Üdvözlök mindenkit, Robert vagyok. Ebben a videóban a Rolling Village című játéknak az egyszemélyes végigjátszását fogom bemutatni. Mielőtt viszont hozzákezdenénk, kérek kapcsoljátok be a videónak Lingon feliratot, mely a játék során elkövetett hibákat tartalmazza. Nos, ismételten egy Roland Wright típusú játék került az asztalra, ahogy egyébként ez a játék címe is mutatja. Na most a Rolling Village című játékban majd egy falut kell itt megterveznünk, majd látni fogjátok, hogy egy nagyon-nagyon egyszerű, tényleg egy nagyon lightos Roland Wright típusú játékról van szó, melyet akár egyedül is játszhattok, akár többen is, igazából mindenki a saját lapján fog dolgozni. A játék egyébként ingyenes, majd a linket megtaláljátok a videó alatt a leírásban. Ugye szintén a Board Game Geekről lehet letölteni. Na most a játékról, amit érdemes tudni, hogy 9 fordulóból áll, ezeket itt fogjuk majd alul nyilván tartani, és minden egyes forduló végén lesz pontozás. Azt majd ide fogjuk írni, hogy mennyi pontot sikerült kapnunk. A harmadik, hatodik és a kilencedik forduló speciális, ott ugyanis majd lesz egy ilyen speciális bónusz építésünk, és ha már az építésről esett szó, nézzük meg, hogy milyen projekteket tudunk ide megépíteni a kis falunkba. Lesz majd ház, lesz erdő, tó, és lesz majd ilyen tér, de ezeket ilyen speciális esetekben fogjuk tudni lerakni. Na, mielőtt neki kezdenénk, ugye először is a polgármester, ugye azok mi vagyunk. Jó, és akkor nézzük a játékot. Fogunk két kockát, dobunk velük, jó, és ilyenkor ezt a két kockát kell használnunk arra, hogy az adott oszlopba lerakjuk az adott projektet, amely ugye az egyik kocka majd a sor, vagy az oszlopot mondja meg, a másik kocka a projektet, majd miután ez megvan, utána cserélnek, és amely az előbb a projektet mondta meg, az most az oszlopot, amely pedig az oszlopot, az most projekt lesz. Tehát minden egyes fordulóba kettőt fogunk építeni. És, mint ahogy említettem, van pontozás, a pontozás az úgy fog kinézni, hogy győzelmi pontok, ezek a számértékek, amelyek itt a falunkban vannak, feltéve, ha az ott egy projekt lesz, és mindig a sorokat fogjuk pontozni, mindig azt a sort, amelynek a számértéke megegyezik a két kockának az összegével, vagyis jelen esetben a tízes, tehát az utolsó sort fogjuk pontozni. Na nézzük ennek a tudatában, ugye most a négyes, hatos, hát nyilván ide lerakunk egy tavat, ez két pont, a másik pedig akkor 6, 4, hát akkor ide lerakunk egy házat. Ennyi volt, és akkor a pontunk 6, 4, akkor a 10-es, 5 pont. Jó. Ennyi volt az első forduló. Az fontos, most még nem látszik, de nem csak is kizárólag ezeket fogjuk pontozni, azért ettől egy icipicit, na nem annyira bonyolult, de mégiscsak egy icipicit mélyebb a játék, ugyanis majd itt projekt csoportokat lehet pontozni. És egy projekt csoport, ugye az a egymás mellett lévő ugyanolyan típusú projektekből áll, és ha legalább az egyik tagja ennek a csoportnak abban a sorban van, amit pontozunk, akkor az egész csoportot pontozhatjuk. Majd mindjárt fogtok rá példát látni, mert így lehet jó sok pontra szert tenni. Egyébként azt írja a szabály, hogy ugye nyilván amikor egyedül játszunk, akkor ez a beat your own score, tehát hogy mennyit tudunk elérni, és igyekezünk mindig többet, mint az előző játékunkba, de 60 alá ne nagyon menjünk, mert az a minimum azért, amit teljesíteni kéne a győzelemhez, tehát minimum 60. Ha többen játszottok, meg nyilván az győz, akinek minél több pontja van. Na nézzük is. Menjünk tovább. Ez egész jó kör volt. 3-3. Azt jelenti, hogy most ugye ezt a hatost fogjuk pontozni, hát az baj, mert hogy itt nulla pontunk lesz, és ha belegebedünk, se tudunk ebből többet kihozni, hát annyi baj legyen, nem baj. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy hova tegyük? Tegyük ide mellé egy tavat, mert oda tök mindegy, mit teszünk, oda az nem fog érni sem, bár ami azt illeti, hogy azért lenne érdemes ide is egy tavat lerakni valahova, mert később még ez jó lehet. Úgyhogy én ide raknám.
Így. És most fontos, hogy mivel ugyanolyat dobtunk, ezért ilyenkor, amikor duplát dobunk, nem az van, hogy most nyilván felcserélődnek és még egy tavat lerakunk, nem, hanem ilyenkor lehet lerakni egy teret. Viszont azt tudni kell a térről, hogy ezt nem pontozzuk ezeknél ugye a körünk végén. Ez csak is kizárólag a játék végén lesz pontozva. 10 pontot ér majd minden egyes olyan tér, amely tó, erdő és falu mellett is van. Tehát fontos, hogy mind a három típusú projekt mellett kell lennie. Akkor ér 10-et. Úgyhogy nyilván én most olyan helyre kéne beterveznem, ahol bízok benne, hogy lesz. Azt nézem, hogy ide, meg ide a valószínűleg ház. Akkor rakjuk ide. Tehát majd igyekeznem kell most nekem emellé még lerakni egy erdőt, meg egy házat. Hát, amilyen jó volt az előző kör, most ez itt semmi, ide most egy nulla, de azért nem adjuk még fel. Nézzük tovább. Ugye most van az a speciális forduló, amikor lesz majd egy bónuszépítésünk, azt mondja, elmondom azt, hogy működik. 5-5, 10, az de mondjuk nem rossz. Az legalább egy jó. Megint le lehet rakni egy ilyet. Na, annak nem tudom, hogy mennyire örülök, hogy ha ilyen sok duplát dobunk, az nem mindig jó. Minden esetre most egy erdőt tudunk lerakni. Na most a lényeg az, hogy most fogunk tudni egy bónusz építést bárhova. Tehát bárhova lerakhatunk egy bónuszt. Azt nézem, hogy az erdő ide szokott jönni. Hát egy erdőt most lerakhatunk ide. Merjünk csak. És mi van akkor? Mert ugye most lerakunk egy olyat is. Lehet, hogy most beáldozok egy olyan pontot. Lehet, hogy most ide rakom ezt az erdőt. Így. És ezt pedig ide rakom. Mert ez akkor már biztos, hogy 10 pont. Oké. Most nyilván megint ezt fogjuk pontozni. Hát annyi baj legyen. És most van még egy speciális bónusz, tehát egy bónusz építésünk. Fontos, hogy minden egyes ilyen speciális fordulóban különböző projekteket építhetünk. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy majd itt ki fogjuk húzni azt a projektet, amit most építünk. De gondolkodom, hogy ezt kéne becélozni most valahogy, hogy akkor ide is lerakunk valahova egy erdőt mellé. Szerintem. Rakjunk ide egy erdőt. Ja. Tehát ez volt a bónusz, akkor most ezt az erdőt kihúzzuk, ezt már nem választhatjuk még egyszer, és akkor a pontunk pedig 5 pont. Hát nem a legtöbb, 3, meg 2, 5. Jó, összesen 10 pont. Bár, ami ezt illeti, azért van még itt plusz 10, tehát azért már 20 pontnál járunk. Na, menjünk is tovább. Nem kéne ilyen duplákat dobni sokat. 4, 3, az már jobb. Azt mondja, hogy 4, 3, oda majd megy egy tó, és a hetest fogjuk, az mondjuk nem rossz. Az nem rossz, aztán pedig hogy van? A hármasra kell egy négyest, oda kell majd egy házat valahova. Hát a tavat, azt mindenképpen ide. Én azt mondom, legyen ide egy tó, és akkor a hármas, négyes cserél, és egy házat kéne ide valahol lerakni. Továbbra is csak ez 2 pont lesz, hát az nem sok. Minden esetre tegyük ide. Hogy kéne? Azt nézem, hogy tegyük ide fel, tegyük ide fel, lehet, hogy itt még jobban jobb lesz. Meglátjuk, meglátjuk. Hát ez most nem sok pont, 2 pont.
Jó, nézzük tovább. Ó, viszont ez megint egy jó kör lesz, ugyanis azt mondja, hogy 4-es, 6-os, aztán pedig a 4-eshez fogunk egy 6-ost ide egy tó, az jó lesz, csak ugye, ha az jó lesz így. Na nézzük csak, ide akkor most le tudunk rakni egy házat. Jó. Hova tegyük, hova tegyük? Tehát érdemes lenne ide, hát ha tudunk majd még egyel fentebb jönni, vagy... Ezt nem hiszem, hogy összefogjuk. Menjünk ide. Vagy várjunk csak. A biztonság kedvéért, ha jön még egy ilyen, ide elő tudunk készülni. Rakjunk le ide egy házat. Így. És akkor ott lehet még egy tér, ha dobnánk még egy duplát, és akkor most 6-os, 4-es, ide pedig most ugye egy tavat kell lerakni úgy, hogy ezt fogjuk pontozni. Na itt jön az, hogy ide fogjuk rakni, mert ezzel bekötöttük, és ez most már egy csoport. Vagyis most a pontozásnál ez ugye 3, 5, 6, 7, már is 7 pont. Hát nem olyan sok, de azért még plusz 2, azért az sokat számít. Jó, na és most jön akkor a speciális körünk. Ezt majd okosan kell. Egy meg kettő. Akkor egy erdő jön ide. Fúha, hát annak nem biztos, hogy annyira örülünk. Annak nem biztos, hogy annyira örülünk. A másik pedig egy, vagy de, végül is igen, mert egy kettő, a kettő egy, akkor ide jön egy ház, akkor ez megint megvan a 10 pont. Ez mindenképpen jó, mert csak az a kérdés, hogy most ugye ezt fogjuk pontozni. Akkor lehet oda érdemes lenne majd valamit lerakni. Várjunk csak. Hogy lenne jó ez? Hogy lenne jó ez? Szerintem most egy erdőt, rakjunk le ide akkor egy erdőt ide. Hát, ha jól fog kijönni. Vagy pedig, várjunk, nem, bocsánat, bocsánat. Mi lenne? Hármast fogjuk pontozni, mondjuk bekötni nem tudunk semmit, akárhogy is nézem. Ha csak oda egy ház, mert ide, hogy van. Először hagyjuk már végre a másikat, így, hogy jobb, mert akkor ezzel már nem kell foglalkozni. Ez biztos, hogy egy ház ide, mert ezzel megvan akkor a 10. Ezzel megvan a 10, ezeket lehet, hogy ki is pipálgatom. Viszont most ugye a 3-ast fogjuk. Viszont van egy bónuszépítésünk, azt ne felejtsük el. Egy bónusz, és akkor most jön ez, hogy egy erdőt rakjuk ide az erdőt. És egyébként, hogyha egy bónusz házat lerakunk most akár ide, az mondjuk bekötöttünk egyet. Hát, nem tudom. Gondolkozunk csak. Hát én csak ide raknám ezt az erdőt. Kell ez a 3 pont. És akkor van még egy bónusz építésünk. Azt a bónuszt pedig, tehát egy házat kellene. Vagy nem tudom, hogy itt lesz-e valami, hogy ezt be kell kötni, vagy nem, mert ott is jó lenne nyilván, de most plusz 1 pont ér, mert ez már így is 5, annyi, hogy 6 lenne. Nem olyan sok. Nem valami sok. Vagy pedig, azon gondolkodom, hogy van egy bónuszunk, nem feltétlen, lehet ide rakunk egy házat. Kihúzom, ja. Húzzuk ki a házat, és akkor ide. Mert olyankor az bárhova rakhatjuk. Na és így viszont, hogy a 3-ast pontoztuk, akkor az végül is most 6, 8 pont. Az összesen 17. Nem is lett olyan rossz. Na nézzük tovább.
Utolsó három kör. 3-3. Ó, ez jó. Ez szerintem jó. 3-3. Rétó. Hát mondjuk itt nem tudom, hogy hova kéne. Pláne, hogy megint ez lesz itt pontozva. Vagy nem, bocsánat, ez lesz pontozva? Aha. Volt, akkor nem is kérdés. A tó az, hogy van? Ja, 6. Igen, ide kell raknunk a tavat. Mert ezzel egy csoport megvan, úgyhogy már legalább ott pontunk van. És lerakhatunk még egy teret, és van neki helyünk egyébként, mert itt már előkészítettünk egyet. És ehhez is megvan minden. Úgyhogy eddig nagyon jók vagyunk, ami azt illeti. Úgyhogy most a hatost kell pontozni. Hát ugye itt van egy, meg ebben a csoportban 2, 3, 4, 5. Nem sok, de azért van már plusz 30-unk, csak a terekből. Nézzük megint. 5, 1. Azt mondja, hogy a hatost fogjuk megint, vagyis ezt, viszont oda kell akkor nekünk most egy házat. Hát az a baj, hogy ú, de jó lenne ezt bekötni. Sajnos nem hiszem, hogy most be fog következni. A másik az hogy lesz? Hogy lesz az egyes helyre kell egy erdő. Ide rakunk egy erdőt, akkor viszont ott lesz még 3 pont. Akkor az jó. Hát akkor ez az egy pont legyen itt. Azt mondja, hogy mert valahogy be kell kötnünk. Vagyis nem bekötni, csak hát legalább egy pontunk akkor legyen. Legfeljebb a bónusznál, hát ha majd valamit tudunk csinálni. Akkor rakjuk ide ezt a házat. Jó. És akkor az egyes helyére megy egy erdő, mert az első oszlopba. Hatost fogjuk pontozni, akkor ezt mindenképpen ide rakjuk. Így. És akkor a pontozásnál ez 3, meg 1. Ja nem, bocsánat. Ez 3, ez is pontozva van, mert az is egy ház. 3, 4, 5. Sőt, miről beszélek? Ez itt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igen, mert ez is benne van, azt is néztem. 9. Még egyszer. Ugye emiatt az 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Így is van. És az utolsó forduló. 4, 4. Húha, az a baj, hogy nem lesz. Nem hiszem, hogy fogunk tudni olyan helyet találni, ahol... Négy, ahol lenne még egy, le tudnánk rakni okosba még egy ilyet sajnos. Most a 8-ast fogjuk pontozni. Hát az egy pont, az is egy pont, nyilván ezek pont. Ide mondjuk lerakunk egy de nem tudunk házat rakni. Az baj. Mert hogy most ugye 4, tehát le kell raknunk ide egy házat, és a 8-ast pontozzuk. Hát akkor ez teljesen mindegy, mert ez a ház, ez már nem lesz pontozva most. Még annyit lehetne megnézni, hogy erdő, hol van erdő? Erdő, ú, de jó lenne pedig. Hogy kéne nekünk egy olyan is, hogy ahol van erdő, meg van ház. Erdő, meg ház. Erdő, meg ház, csak nem tudunk mellé rakni, az a baj. Hát ez sajnos sehogy nem lehet. Mindegy, ezt a házat most lerakom ide, végül is ez most teljesen mindegy. Ez már nekünk nem ad, nem veszel, nem is ad pontot. Ezen gondolkodok még, hogy ezt le tudnánk-e rakni valahova okosba, de sajnos nem látok rá esélyt. Mert ugye egy ilyet tudunk még lerakni bónuszba. Viszont, mivel a 8-ast fogjuk pontozni, esetleg érdemes majd ide lerakni akkor ezt a bónuszt. Így.
mert ezzel azért bekötöttünk még két pontot, és akkor nyilván még le kell raknunk bárhova egyet, mert az nem fog pontozni sajnos. Legyen itt egy szép mindenütt tó, akkor egy szép teret lerakunk. Így. És akkor ezzel meg is volnánk, akkor a 8-ast pontozni, azt mondja, hogy ez 1, az ott 2, meg akkor ez a csoport 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Hát nem túl sok, de hát ez nem is olyan rossz. Az 9, 14, 22 pont. 22, ami azt jelenti, hogy 22, 32, 42, 49. 49, meg van nekünk két, sőt, bocsánat, 1, 2, 3 terünk is, amely tized pontoz. Ugye itt megvan az erdő, megvan a tó, megvan a ház. Tó, erdő, ház, tó, erdő, ház, akkor még 30, és az összesen 79. Na, ez egész jól sikerült, azt hiszem, nem rossz pont. És így néz ki a falu. Hát nyilván, akik szebben tudnak rajzolni, azok akár nyilván ezekre is jobban oda tudnak majd figyelni, hogy valahogy szebben, de ennyi lenne ez a játék. Hát nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek, szerintem egy nagyon kellemes, szerintem mondjuk úgy, hogy egy ilyen gyors filler játékra tényleg egy minimális gondolkodás van benne, de azért egy picit kell, esetleg gyerekekkel, idősekkel is lehet játszani. Tehát nyilván nem gamer játék, de olyanoknak mindenképpen, akiket mondjuk most vezetnétek be a társas játékozásba, arról nem is beszélve, hogy nem kell érte szinte fizetni semmit, mert otthon kinyomtatjátok, lelamináljátok, és akkor mindig egy ilyen kis gyors játékra lehet elővenni. Na, hát ez lett volna most mára, akkor találkozunk a következő videóban.